az, amit én megengedhetek magamnak, az egyáltalán nem biztos, hogy megengedhető másnak, és akinek ez nem megengedhető, és mégis posztolt egy kockás inges képet, az szerintem legalább annyira hősies tett, mint az, hogy én elmentem odáig, hogy kirúgjanak. És azt is tudom, hogy a boldog demokratikus társadalom is akkor fog létrejönni, hogyha az iskolából megpróbálunk egy olyan közeget teremteni, ahol felkészítjük a fiatalokat arra, hogy olyan állampolgárok legyenek, akik egy ilyen államot működtetnek. Sziasztok! Kaproncai Stefi vagyok, és ez itt a Bátor és Szabad legújabb része. Mai vendégünk Törlei Katalin, a Tanítanék Mozgalom központi alakja, a Kölcsei Ferenc Gimnázium volt francia szakos tanára. 2016 óta folyamatosan azért küzd, hogy az iskola egy boldog, felszabadult közeg és egy autonóm intézmény legyen. Katát 2022 őszén polgári engedetlenségben való részvétel miatt elbocsájtották több kollégájával együtt. Bár bátor tette súlyos következményekkel járt, rendkívüli példával szolgált kollégái számára, és még szorosabbra fűzte az összefogást. Éppen ezért pert indított, és addig nem foglalkozik tanítással, ameddig a bíróság ki nem mondja, hogy kollégáival együtt jogtalanul távolították el tanári állásából. Ma arról beszélgetünk, hogy honnan merít erőt és bátorságot a hosszú évek óta tartó küzdelemhez. Tartsatok velünk! Köszi szépen, Kata, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Ahogy beszélsz arról, hogy milyen tanárnak lenni, úgy mosolyogsz, csillog a szemed, és ehhez képest mit éreztél, ami miatt az volt, hogy most már muszáj megmutatni azt, hogy ez nagyon nehéz? Körülbelül 2010-11-re, amikor megjelent a jelenlegi új köznevelési törvény, addigra már viszonylag tudatosan figyeltem oda arra, hogy mi történik az oktatás irányításban is. Tehát, hogy milyen keretek között kell nekünk dolgozni, és azt úgy lehetett látni 2010-11-ben, hogy ez az új törvény, ez a csillogó, villogó, mézes madzagokon túl azért nagyon veszedelmes dolgokat hoz be. És akkor voltak elszigetelt tiltakozások, amiben egyébként az én iskolám viszonylag aktív volt, tehát tantestületek fogalmazták meg a véleményüket arról, hogy milyen következményei lehetnek ennek az új törvénynek. És ezekben én akkoriban azt hiszem már a közalkalmazotti tanácsban benne voltam, sőt egy idő után a közalkalmazotti tanács elnöke voltam, és így ebben viszonylag aktívan részt vettem, de ezek még mind ilyen egymás felé tapogatózó, tehát iskolák felé, meg bizonyos csoportok már kialakultak, de ezek elszigetelt tiltakozások voltak. Amikor én elkezdtem aktívabban aktivista lenni, az körülbelül 2016, és igazából addigra már tényleg nagyon rosszul éreztem magam az iskola rendszerben, nagyon sok olyan dolog volt, ami zavart, és főleg az zavart, hogy úgy éreztem, hogy egy olyan rendszernek vagyok az egyik képviselője, alkatrésze, amely rendszerrel egyáltalán nem értek egyet. És hogy ez egy folyamatos napi kérdés volt a számomra, hogy állok a tanítványaim elé. És nem napi szinten, de a szülők elé is oda kellett állnom, mert osztályfőnök voltam, szülői értekezleteket kellett tartanom, elmondani nekik, hogy mi van, mi várható, mit várunk el, milyen terhelés lesz, stb. És hát ez egy nagyon komoly belső feszültséget okozott, és akkor körülbelül 2015-16-ra értem oda, hogy el kellett döntenem, hogy tudom ezt folytatni. És végül is nagyon jókor jött az a miskolci nyílt levél, aminek kapcsán aztán a Tanítanék elindult. Egyrészt azért, mert az egy nagyon
jó kiindulási pont volt, arra koncentrált az egész szöveg, hogy a gyerekekkel mi történik ebben a rendszerben, és hogy ez miért problémás, és másrészt akkor értem én is egy ilyen szakító ponthoz, hogy vagy abba kell hagynom az egészet, vagy pedig csak akkor csinálhatom tovább, hogyha valamilyen módon folyamatosan megszólalok akkor, amikor nem lehet elmenni valami mellett. És akkor ez a kettő szerintem viszonylag egy időben, vagy egy korszakban ért, és akkor így indul ez a dolog. Tehát a helyzet, meg a korszak is adta, meg egy ilyen lelkiismereti kérdés is volt. És onnan meg már nem lehetett kiszállni egy ideig. Tudnál mondani egy-két példát, amikor így nagyon kicsúcsosodott az, hogy mennyire nem értesz egyet a rendszerrel, és közben pedig neked kell képviselni, mondod ezt az osztályfőnöki órát, van egy-két ilyen? Hát egyrészt az, hogy, vagy talán ez a legerősebb, hogy olyan terhelésnek lettek kitéve a középiskolás fiatalok, ami gyakorlatilag megfosztotta őket attól, hogy ilyen normál kamasz életet éljenek. És ezt osztályfőnökként, vagy odafigyelő szaktanárként az ember látja, mert közben meg végezzük a dolgunkat, pontosan tudjuk, hogy még 10 kollégánk a 10 másik tantárgyal végzi a dolgát, el kell jutni A-ból B-ig, minden esetre vannak érettségi kimeneti követelmények, ahhoz, hogy azt teljesíteni lehessen, ahhoz meg kell csinálni az órán a munkát, plusz házi feladatot kell adni, de hát én akkor ezt láttam, hogy ezek a gyerekek bejönnek reggel 8-ra, 4 előtt nem mennek el az iskolából, utána még több órányi melójuk van az iskolai dolgokkal kapcsolatban, plusz járnak ide, meg oda, meg edzésre, meg nem tudom mi, és hát, hogy ez, tehát, hogy ha ismeri őket az ember, akkor pontosan tudja, hogy ez nem normális, ezt nem lehet így csinálni, az ember a saját gyerekének nem ezt szeretné. Azt gondoltam, hogy akkor tudok tovább tanítani, hogyha közben csinálom ezt az aktivizmust is, meg azt a mozgalmat, meg megszólalok, meg kiabálok, amikor kell. Uh-huh. Szerinted milyen az az oktatási rendszer, amiben te szívesen dolgoznál, és milyen lelki meghasonlás nélkül tudnál dolgozni? Legyen demokratikus, legyen adaptív, legyen boldog, és legyen autonóm. Csillog a szemed, amikor a tanításról beszélsz. Hogyan éled meg, hogy most már ez nem a mindennapjaid része? Hát elég nehezen. Ugyanakkor nincs nagyon sok időm ezen tépelődni, mert attól kezdve, hogy eltávolítottak, elbocsájtottak, attól kezdve a tanítanékon belül még több dolgom lett, tehát hogy onnantól kezdve borzasztóan elfoglalt voltam, és inkább ilyen villanásokban jelenik meg az, hogy ez a hiány, hogy nem tudok a tanítványaimmal lenni, nem tudok azokkal a kollégáimmal lenni, akiket nagyon szeretek. Nyilván az eleje az borzasztóan érzelmes és megrázó volt, mert ott nagyon sokan reagáltak, és hát leginkább a tanítványaim arra, hogy ez történhetett. Volt tanítványaim is egyébként, és azok, akiket idén elkezdtem, tehát egy hónapon volt csak velük. Volt olyan csoportom, akikkel most kezdtem el dolgozni, és egy hónap jutott, és még ők is nagyon megrendültek, és megrázta őket ez az egész. Ugye ráadásul nem is csak engem bocsájtottak el akkor, hanem másik 4 kollégámat, ami teljesen felkavarta az iskolánk életét, nem csak munkaszervezési szempontból, hanem olyan szempontból, hogy azért ezeknek a fiataloknak, akikről mondtam, hogy nem annyira egyszerű az életük, és nagyon sok nehézséggel küszködnek, egy olyan
korszakban élnek, ahol most jöttek ki a Covid járványból, ahol klímaváltozás van, a szomszédban háború van, ez mind hatással van az ő állapotukra, és akkor van egy hely, ahol elvileg biztonságban kéne, hogy érezzék magukat, és akkor ott így hirtelen megtörténik velük az, hogy egyik pillanatról a másikra kihúznak alóluk olyan embereket, akik hozzájárultak ehhez a biztonsághoz. Nagyon megrázó mondatokat kaptunk azután, hogy minket elbocsájtottak, tehát volt olyan diák, aki azt mondta, hogy ő most nem mer már kapcsolódni, meg kötődni, mert hogy bármikor elveszítheti ezt. Ezek azért nagyon, nagyon kemény dolgok, azon túl, hogy a személyes kapcsolatok azok is hiányoznak. Évek óta tart a pedagógusok tiltakozása. Mi ad neked motivációt a folytatáshoz? Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb az amiről már beszéltem, hogy ez alapvetően egy lelkiismereti kérdés. Tehát, hogy akkor is folytattam, amikor éppen nem volt mögötte nagyon nagy támogató erő. Én tényleg azt gondolom, hogy az oktatás az egy nagyon fontos része az egész társadalmunknak, elválaszthatatlan az összes többi rendszertől, és úgy egyáltalán az államunk működésétől, és én nagyon szeretnék egy ennél jobb országban élni. Én nagyon kötődöm ide, nem óhajtom elhagyni ezt az országot, ha lehet, és azt akarom, hogy jobban és boldogabban éljünk benne, hogy bizonyos engem felháborító problémák megoldódjanak, és akkor, amikor azt mondom, hogy felháborító problémák, akkor az nem szűkítendő le az oktatás problémáira, hanem mindenféle esélyegyenlőségi, esélykülönbségi, a sérülékeny csoportokkal kapcsolatos bánásmód. Egyáltalán, tehát hogy ne egy ilyen bántalmazó államban éljünk, ahol folyamatosan azzal szembesülünk, hogy egyes embereknek, egyes csoportoknak szöges bakancsal ugranak rá a torkára, és bármikor lehetek én abban a helyzetben, hogy az én torkomról van szó, hanem hogy valahogy ez egy kicsit felszabaduljon, lazuljon, nézzünk már rá egymásra szolidárisan és empátiával, és egy valami ilyen társadalom kezdjen el kiépülni. Én tudom, hogy ez viszonylag messze van, de azt is tudom, hogy az oktatásnak ebben nagyon nagy szerepe lehet. És ez oda-vissza működik. Tehát azt gondolom, hogy az oktatási rendszer, amiről az előbb beszéltem, ami boldog, autonóm szereplők működtetik, demokratikus, és felkészíti a fiatalokat arra, hogy boldoguljanak, az egy boldog demokratikus társadalomban elképzelhető, és azt is tudom, hogy a boldog demokratikus társadalom is akkor fog létrejönni, hogyha az iskolából megpróbálunk egy olyan közeget teremteni, ahol felkészítjük a fiatalokat arra, hogy olyan állampolgárok legyenek, akik egy ilyen államot működtetnek. Nagyon sok tanár érzi azt, hogy baj van, és nagyon sokan valószínűleg egyet értenek a tiltakozásokkal, és mégsem vesznek részt bennük. Szerinted mi kell ahhoz, hogy itt ezt a hallgatásnak, a passzivitásnak a kultúráját áttörjük? Szerintem már eleve nagyon sok minden történt. Tehát 2016-ban volt egy fellendülés, aztán megint mindenki visszazuhant, vagy nem mindenki, nagyon sokan visszazuhantak a passzivitásba, a kis tanári zugokban, morgolódásba. És ehhez képest, ami 2022-ben történt, az azért nagyon felemelő. Tehát nagyon sokan nem csak, hogy megszólaltak, de komoly kockázatokat vállalva álltak bele egy küzdelembe, amely küzdelemnek a célja az
egyáltalán nem lesz szűkíthető anyagi kérdésekre, hanem a szakmai méltóságunkról, az emberi méltóságunkról szólt, és a tanítványainkról. És szerintem azért itt egy hatalmas dolog történt, nem csak budapesti elit gimnáziumokban, hanem kis falvak, kisebb városok iskoláiban, óvodáiban álltak ki az emberek a maguk módján. Nem mindenki rögtön a polgári engedetlenség és ez a furcsa törvénysértő tiltakozás formáját választották, de ez mindegy, mindenki, aki részt vett, az tett egy lépést előre. Ez még mindig valóban egy kisebbség valószínűleg mondjuk a tanárok összességét tekintve, akikről mondott, hogy egyetértenek a célokkal, nagy részük nyilván egyetért. Szerintem borzasztó nehéz elvárni mindenkitől, hogy ilyen módon legyen aktivista, ilyen módon álljon bele a küzdelembe, mert nagyon-nagyon más és más körülmények között élünk, meg lakunk, és az, amit én megengedhetek magamnak, az egyáltalán nem biztos, hogy megengedhető másnak, és akinek ez nem megengedhető, és mégis posztolt egy kockásinges képet, az szerintem legalább annyira hősies tett, mint az, hogy én elmentem odáig, hogy kirúgjanak. Mit tanácsolnál azoknak, akik még nem mertek kiállni, de már fontolgatják? Azt, hogy beszélgessenek a környezetükkel, mert akkor fel fogják fedezni, hogy nincsenek egyedül, mert egyedül lenni az tényleg olyan ijesztő, de amikor, hogyha rájön, hogy a szomszéd iskolában, ahol van azért egy ismerőse, hogy ott is van valaki, meg hogy a szülők között van valaki, meg hogy a diákjai megértik, hogyha ő az ő szintjükön elmagyarázza nekik a problémát, akkor rájön, hogy nincs egyedül. Tehát, hogy én szerintem talán ez a legelső dolog, amit el lehet kezdeni, hogy beszélgetni, illetve informálódni. Erre is szeretnénk mi mindenféle programokat kitalálni, egyrészt elmenni, másrészt megteremteni azokat a csatornákat, ahol lehet információhoz jutni, mert jogtudatosság, meg ilyen területeken azért nagyon nagy hiányban szenved nagyon sok munkavállaló, nem csak a pedagógusok, hanem máshol is, de hogy beszélgetni, hogy rájöjjenek, hogy nincsenek egyedül, és akkor onnantól már jobb lesz, könnyebb. Szerinted te bátor vagy? Hát, nem tudom. Nem tudom. Az van, hogy el szoktam csodálkozni, amikor azt mondják nekem, hogy most már aztán vigyázz magadra, mert bajod lehet. Tehát, hogy van azt hiszem egyfajta félelemérzés hiány bennem. Ami nem azt jelenti, hogy semmitől nem félek, mert nagyon-nagyon sok mindentől félek, meg fel is tudom mérni a kockázatokat, de nem hagyom annyira magam, vagy nem érdekel az annyira, hogy bátor vagyok-e. Bizonyos dolgokban bátor vagyok, bizonyosokban meg biztos nem. És mi a bátorság? Valószínűleg a bátorság az valami olyan, hogy az ember megtesz, vagy megmer tenni valamit, még akkor is, hogyha tudja, hogy annak kockázatai vannak. De nem eszetlenül, mert az már a vakmerőség lenne, hogy bizonyos kockázatokat igenis beárazni, betárazni, és azt mondani, hogy ettől függetlenül az, amit el akarok érni, az ilyen és ilyen okok miatt fontosabb, és akkor megteszem. De bátorság az is, hogy az ember kilép a fénybe, mert hogy ez nem evidens, tehát hogy nem
nem erre készültem én például, vagy nagyon sokan, akik most egyébként iszonyatosan bátrak voltak, sose gondolták, hogy nekik emberek előtt az értékeikről kell beszélni, vagy olyan tetteket kell végrehajtani, ami ellene megy a szabályoknak, ilyesmi. Erre nem készültek, és mégis volt egy olyan parancs, vagy egy olyan érték, ami miatt azt gondolták, hogy ezt most muszáj megtenni, és akkor meghaladják saját magukat. Talán ez a meghaladni saját magát az embernek, ez bátorság, igen. Ha mondjuk egy év eltelik, és visszanézünk erre az időszakra, akkor mitől lennél boldog, hogy mi lenne, amit elért a mozgalom, ami elégedetté tenne téged? Hát most én arra készülök, és ezért aztán egy év múlva azt gondolom, hogy akkor leszek elégedett, hogyha ez megtörténik. Arra készülök, hogy egy talán csendesebb időszakban, de valahogy a hálózatunkat jobban ki tudjuk építeni, hogy akár megyei, vagy azon belül tankerületi szinten mindenhol legyen ott a tanítanék, hogy ezért cserébe azoknak, akik csatlakoznak hozzánk, tudjunk adni dolgokat, képzéseket, tájékoztatást, információt, beszélgetést, amire az előbb is utaltam. Tehát, hogy egy megerősödöttebb mozgalom jöjjön létre, és az, hogy külső és belső szövetségeket tudjunk kötni. Belső szövetségről beszélek, amikor mondjuk szülői szervezetek, diák szervezetek, szakmai szervezetek, akikkel már van kapcsolatunk, de hogy ezt egy kicsit működőképesebbé tenni, és külső szövetségeket, amikor más szakmákra, tehát hogy a szociális szférával, az egészségügyekkel egy kicsit összehangolni a működésünket, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy most egy csöndesebb periódus jön, de el fog jönni egy olyan újabb, kiemelt pillanat, amikor viszont jó lenne, hogyha nagyobb erővel tudnánk újra kiállni azokért az értékekért, amikért akarunk, amikért küzdünk most már évek óta. Mi jelenti neked a szabadságot az életben? Egyrészt az, hogy megengedem magamnak, hogy ilyeneket csináljak. Akkor is, hogyha nem tudom, hogy mi lesz másnap. Tehát, hogy nem tudom pontosan, hogy voltak ilyen pillanatok, nem tudtam pontosan, miből fogok élni, de akkor is hadd menjen. Így teljesen személyesen, de mondjuk nem a családomra gondolva, meg ezekre, az, hogy amikor énekelek, én járok egy kórusba, és az, hogy ott valami teljesen más dologgal foglalkozhatom, és zenélhetek, az szabadság. Az nagyon jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm.